amikor vége. Az utolsó dalnak is. Az utolsó hang is. Szétfoszlott már. Magányos tárgyak. Az elhagyott színpadon. Fölborult székek. És konok homály. Hagyják ki. Mi lesz vele? Papírlapok. Papírlapok. Egy tépett plakát. A lábunk alatt. Ki mondja meg? Várd ki! Dalainkból mennyi maradt? Maradj velem, segíts nekem, vigyél haza, fogd a kezem, szeress nagyon, fáradt vagyok, s nehéz a szívem. Vigasztalj meg, ha nem is hiszed, szebb lesz a holnap, mondd, hogy lehet, mindig lehet, ha nem is tudod, ha nem is hiszed. Vigasztalj meg, ha nem is tudod, szebb lesz a holnap, mondd, hogy lehet, mindig lehet, ha nem is tudod, ha nem is hiszed. Igen, de most követnek. Most a zene, amikor Tomita van, akkor nem szabad énekelni. Figyelj, beszélj. Megint elment a nap, ahogy mindig szokott, nem túl sok van már. Amit még itt hagyott, ami félig van kész, az ma félig maradt. Engedd, hogy a dolgok most kérjed, engedd, hogy a dolgok most kérjed, változzanak. Jó, Tomi, tehát mindig hagyd ki, csak utána van az ének. És? Egy felhőn ülünk, fenn a város fölött, távolról néztük, ahogy átöltözött, indulhatunk, itt már tudjuk milyen, rád bízom merre, ne ez a bolygó legyen. Tomitát várt ki. Várok. Érints meg még egyszer lassan, úgy alszom el, nem könyv mögött. A világ kicsit később. Érincs meg még egyszer lassan, érzékenyen, és kívánj jó éjszakát. Ki mondja meg, vajon meddig lehet, hogy minden nap mindenhol erős legyen, a csönd volna jó, kicsi könnyebb napok. Ne kérdezz semmit, ha látod, hogy fáradt vagyok. Így szépen, ha ezt így meg tudnál csinálni. Nem? Hát erre fog gyakorolni. Nagyjából érzed, de ha itt most meghallgatjuk, és rajta van, és segít neked.